Yu-Gi-Oh! Trading Games fogunk játszani, vagy Edo Pro-val. Edo Pro, Yu-Gi Pro. Ezúttal a Salmon Great-et nézzük mostanában. Illetve várjuk a kihívókat. Igen. Lehet velünk játszani. Nem tudom, meddig tart a live, de ugye minimum egy óra az meg lesz. Hát attól függ egyébként, hogy milyen lesz majd a hangulat. Megnéztük egyébként, hogy milyen mostanában a Salmon Great. Hát az a baj, hogy azt a Hitleot, vagy melyiket, a lovat, űzlovat vásárolni most tiltották. Én nem tudom, mit lehet kombózni, majd meglátjuk, hogy összejön. Elvileg ugye februárban még jó volt, de azóta sajnos már csökkent. Nem tudom, hogy milyen, mennyit lehet nyerni vele. A jugiózás is folyamatosan változik. Most melyik erős pakli, melyik gyengül. Kezdem azt érezni egyébként, hogy a hivatalos játékok kezdik elvenni a nézők. A játékosokat jobban. És a napkik alapú igazi, vagy még kell? Például az a Legacy Duel, meg ugye a mobilos kártya a játék. Nem tudom, hogy még megye a Yugi prózás másokkal, meg ugye mindig a személyes játék. Hello. 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 Jó esti. Kit is köszönhetünk HXRK-ben? Tudom. Mindig elfelejtem a Twitch-es nevet a YouTube-hoz képest. Én, de te nem is Twitch-es, ne hazudj. Én szoktam. Én is elfelejtem valamit. A zene is még jön, szedtem direkt, szándékos. Jó, nem? Hello, hello. Aki akarunk játszani, az jelezze. Mindenhol HXRiki a neve. Akkor jó. Tehát, hogy akkor így nem ugrasz be. Ó, oh, noob, te is akarsz játszani a Yugi Pro? Sikerült? Akkor van egy, ugye egy kezdő pakli. Én is, hogy kezdő pakliban jön-e. Meg akar minket enni. Hát akkor megehet. A lényeg, hogy játszunk. Egyébként a Twitch-en mit kell osztani? Nem vagyok otthon benne, Balázs. Nem. Ugyanúgy a linkjét lehet osztogatni? Yugi Pro elvileg van Androidra, de én még nem néztem utoljára, hogy milyen mostanában, mert a régi változat az ugye nem volt frissítve. De lehet, hogy azóta ez is okosabb lett. Utána kell nézni, de elvileg van Androidra is. Most az Edo Pro-ra keres rá. Edo Pro Android. Hát, ha van valami beállítás mostanában, meg egy friss játékprogram. Hello, egyébként Kurcsik náluk minden rendben van. Meg is nálad? Én lesz ellenfelünk. Már láttam, hogy... Hello, Dezső. Ő nem Yu-Gi-Oh-zik. Akkor minden rendben van. Az jó. Hello, apacsáj! Ő múltkor kimaradt? Ő múltkor kimaradt, igen. Végig. Ah, igen, egyébként ami Duel Links-ben működik lap, az a Yugi Pro-ban is benne van, csak ugye ott három kártya van, vagy négy itt meg, öt. Annyi a különbség. De amúgy a kombók az szinte ugyanazok. A Doom-osat? Az jó. Elvileg a Doom Eternal az jól sikerült. Ha lehetőségünk lesz rá, mi is elkezdjük a sima Doom-ot, meg azt a Eternal-osat. Hát hello, igen, ez Petoka. A zene nagyon ilyen. Ez nagyon jó zene. Szándékos. Játszott a pacsáj, akkor Miklós nem játszott. Ha ő majd lesz, akkor szándékosan őt előre helyezzük. Hattam ezt a zenét tiszta. Szándékosan? Szándékosan. Lecseréljem a zenét. Mondom, miért? Direkt a pacsáj, te megnézted a Salmon Great-et mostanában?
Nagyon sikerült a Doom. A Doomnak a grafikája az mindig hasonlít egy kicsit a szörnyek miatt a God of War-ra, így szimpatikus a játék. Csak nekem az a fura benne, még nem játszottunk rajta, hogy nagyon gyorsan kell figyelni az ellenfelekre. Köszönjük egy emojit. De azt ugye meg lehet szokni. Ha kipróbáljuk, akkor bizonyára majd megszok. De a grafiká az nagyon jó. Ja. De hát a kék formájuk azok, az jelen volt, ez érdekes. Csak le voltak gyengül, oké. Hello, Keltakusz. Hello, Keltakusz. Mindenkinek hello, gyűjjünk össze és verjük szét egymást, és az újakat engedjük előtérbe. Nem tudom, hogy noob itt van-e, de itt van noob, azt mondom, vagy itt van. Itt kivel akarsz játszani, mivel új vagy? Noob. Kezdj a papival. Ez mi? Kezdj a noob. Megtalálsz minket egyébként? Várjál, az a kérdés... Az legfontosabb, hogy ki hoztoljon mi, vagy te. Én azt mondom, hogy ki, és igen, ki hoztoljon én, vagy te, és kivel akarsz játszani. Velem, vagy velem, mert a kezdővel akar lenni. Igen, kezdhetsz. Nyugodtan. Ugye ez csak ilyen baráti edzés. Mérkőzés. Hát tesztelek egyet. Á. Na. Hoztolok én? Hát nem, megkérdeztük, hogy ő kezd, vagy ő hoztol, vagy mi? Még nem jött válasz, vagy? Érte, Zsolt is jó lenne, ha lenne már. Ne óckodjon a Twitch-től. De Zsolt haragszik a Twitch-re, bána. Tudom, hogy haragszik, de meg kell szoknunk. Miért is haragszik? Erre most egyébként nagy... Nem tudod, hogy kell? Ő akkor összevágott egy videót is egyébként. Jó, nézd a live-ot most, Balázs megmutatja, hogy hogy kell. Várjál, nézd a live-ot. Ugye ez a program megvan? Igen, megvan ott. Rámész a szerver. Szerver. Itt a neved, látod? A nickname, mondjuk idejét, hogy Noob 2000, Noob ha 2000. Akarod. A szerver az legyen az EU-n, lehet, hogy alapból azon lesz. EU. EU. Azt nem kell semmit csinálod, aztán host. Utána legfelül legyen a 2020-04, mert ez a legfrissebb. TCG. TCG, OCG mehet. Kapcsolom be, igen. Így. OCG, TCG? TCG, OCG. Nincs olyan. Hol is van? Az itt van. OCG, TCG, biztos a kedvé. Igen, az azt jelenti, hogy OCG. Don't check meg. Inkább azt is. Don't check, hát ha a kezdőben, igen. És akkor csak ok. Így hoztol. És most megtalál, mert a kém vagy te? Holnap vagy One Piece, Pirate Warriors, vagy a Persona. Hello, Pidda Steve! 67. Hello. Szóval itt kell hoztolni, de hogy kell megkeresni valakit? Akkor itt a rév, itt beírod például a filterbe, hogy Mosi. Ott lennénk. És ott lennénk, ennyi. Mosi. És rámész a joinra. Rámész, mondjuk itt lenne így, és join. Keresni akarsz minket? Akkor legyen úgy. Mi hoztolunk, és akkor keresd meg. Hoztolok. Host. Minden jó. Úgy, ha megkeresel minket, csak annyi, hogy rámész a referensre, beírod oda a jobb felső sarokba, hogy Mosi. Megtalálsz minket, vagy kétszer rá kattintasz, vagy join. Mindenképpen el fog indítani minket. Utána meg csak bepipálod. Meg is vagy, itt vagy, noob. És kivel akarsz játszani, döntsd el? Vele. Mindig velem játszik. Lász. Csak bepipálod és kész. Sok szerencséd. Egy kötéses pakli. Az nem a vegykötéses. Most ide rak egy Salamangrét pakli, de nem. Ide rak egy hogy hiák paklit, figyeld meg. Szerintem nagyon erőset. Tyrannót. Azok jók szerintem megint a dino, de nem biztos. Na. Kezdheted. Direk átadod a kezdést? Effekt hangok jók, minden van? Minden jó. Úgy van, de jó minden. Hát írja meg valaki. Szevasz, vörös kard. El tudta érni, vörös sisak. Hogy lelket csinál, az lehetetlen. Hello, Tobi. Szóval nehezebb, mint a 2016-os? Ha? Mennyire felvitték volna? Hát, ha majd el fogjuk kezdeni, akkor mindenképpen elfogadjuk a tanácsokat. Na noob, tudsz tenni valamit? Hogy beakadt? Neked kell kezdened.
Na nagyon teszel egy kártyát. Na hagytál up! Teszel egy kártyát, ha éppen tudod, de... Nem baj, noob, ha lefadsz. Csak jelezz, akkor újra kezdjük. Igen, de lelket elvileg nem lehet létrehozni. Jó kis zene ez. Ez a írom noobnak, csetbe írom, hogy lefagytál noob. Te tudd, te kezdesz, te jössz. Na, az nagyon jó lenne, és milyen módon? Hú, az anyját, mi? És milyen módon? Csak nem ő játszaná Darth Vadert. Hát akkor felkelnek az emberek a székből, hogy... Tényleg? Ellenzék kell fel. Pedig jó lenne. Elég neki kéne játszani minden Vadert. Miatta? Miért nem te kezdted? Tudom, lehet, hogy most ezért kellemetlenben van szegély. Micsoda, hogy? Lefagyott neki, vagy nem tud tenni? Lap. Nem is ír vissza. Mi történt, noob? Noob! Ez volt a bosszú. Milyen bosszú? Így. Igen, a Black Goku is bekerültett volna akkor, ha megvolt már a kék forma is. Melyikkel adod vissza? Hogy is van, svá, jobb oldalt a app? Add fel a kisztot el, szóval rendben és remacs. Remacs! Rematch. Ha nem tudsz tenni, akkor várjad, hogy hogy adod át a kört. Így, megmutatom, nézd az egeret. Jó? Én fogok kezdeni. App az átadás. Az app-el adod át, az M2 akkor kell, ha éppen le akarsz fordítani mondjuk egy lapot. Ami varázscsapdalap. Utána E. Hát nem tudom, például Krisztián most eppezett, mert csak ekkor... Eppezek, mert nem teszek le semmit. Ah igen, nekünk is az egy jobban tetszik egyébként. Úgy a videók nézve. Meg a képek, a demoztunk egy. A demót azt kicsit vittük egyébként, de az új az nem tudom, hogy milyen. Az lehet, hogy egy kicsit inkább nagyobb terepre akartak rámenni. De lehet. Meg színesebb is a kettő. Mint ha sárgább lenne. Ha sikerült tenned egy szörnyet, egy valami... Ez egy Dragonity féle pakli? Támadni úgy kell, ugye, ha ott az a BP vagy mi. Melyik is olyan BP, jó emlékszem? Ott a Battle. Battle. Rányomsz és ugye megnyomod a kardot, ami rámenjen. Megnyomod a kártyádat, és rákattintod, hogy melyik szörnyet támadjon. De nem, csak a BP-re kell kattintani. Igen, ahol a Battle. Ahol most ugye M1 vagy M2 van. Igen. Neked. Ott. Én Apex-eztem. Ő Apex-ezik, Balázs. Megtámadhattál volna, nem? A BP a támadás, no. Ez egy tuner, ez kettes. Ez a boszorkány pedig... Hát, hogy jó lesz. Ha? Megnézem, hogy mit tudok szinkrózni, ha csak nem ölsz meg. Az újba? Kétszer aktiválod ott a két lapod itt. Hát akkor az nagyon jó. Mindenképpen érdemes kipróbálni. A több a démon. Neked aktiválódott valami, bizonyára a két lefordított lapot. Egyike. Rákattint, hogy aktivét. Vagy yes ezzel, hogy aktiválja, vagy nem. Nem akarta. Én bizonyára tudok majd szinkrózni. De még megint felajánlja neked itt a kettő közül. És mennyivel hosszabb a második része az első részhez képest? Így is jó, mert ugye úgyis fúzionálok. Vagy szinkrózok. Ez egy szinkróz. Pendulium van. Lefekteket negál, nem? Ja, amit a Zsolt összevágott videóban még mindig egy gyorsítva van, és mindig így csinált, mint te is csináltok. Nincs, mi? Ilyen a zenére. Mi az effektje? Kezedbe vehetsz egy lapot. Egy olyan lapot, ami... Ami... Ha legyen ez. Támadok ezzel a
Mivel is a powered in the crow. Rá kell kattintani ilyenkor a B. Igen, megmutatom a csatát. Battle. Battle. Megjelenik a kard, hogy ki tud támadni. Aha. Rányomunk a kardra. Attack. És megtámadjuk a szörny. De ha mondjuk a véget tetel neki, tehát a fázisnak M2. És így lettünk M2-be. Lefordíthatod a pegyvát. Ilyenkor még lefordíthatsz lapot, vagy ha nem idézsz, akkor rakhatsz új lapot. Igen. 20 órá van benne. Aha. 20 az meg 16-15. Jó. Például live-nak is jó. Nem tart olyan sokáig, de ahhoz képest jó. Hosszú idő. Live. Valamikor úgy van egyébként egy játék, hogy feleslegesen beleölnek direkt, hogy 100 óra legyen. Igen, például a mai live-oknak már jót tenne az, amikor még a PS3 korszakban például a Force Unleash 2 játék, ugye a Starkiller-es, második részére rámondták, hogy nagyon rövid. Talán 7 órás, kb. Az nem lenne jó, mi live-ból se. Az live-ban mondjuk 3 live, vagy 2 a nagyoknak. És ki is végezte a játék? Na, az jó lenne. Meg volt az a... Melyik játék? Ilyen orderes? Vagy ah, ami inkább az, tech demo volt? Ami inkább 5 órás volt, vagy melyik. Tech demo-nak az mondtál. Meg egy 2 óra live-ozónak mondjuk 2-3 játék. Te basz, dark. Egy nagy játékosnak meg egy. Így. Milyen a képessége? A temetőből tud visszahívni. Ó, Trnuk tele van csapdával. De így is lejön, mit is tény? De effekt még? Nincs effektje. De támadni tud, nem? Uh-huh. Ez a szinkroszony elvileg nem lehet elpusztítani. Kata. Bali hol van? Lehet visszavágónú. Balit is keresítek elő, ő is azt mondta, hogy szerette majd játszani. Gyerünk, Noob, drukkolok neked! Hát a temetődben van. Talán ez valamit csinálna. Noob nem tudott semmit tenni. Ha jól látom. Vagy igen? Lehet, hogy nekik a lehet Noobnak, illetve szerintem Balinak is lehet, hogy ahogy hiák lesz. Komolyan? Olyan jól sikerült, hogy évjátéka is lehet? A melyik a Yu-Gi-Oh! Duel Links. Arra is számíthattok szerintem. Sőt. Hey, elvileg most le kéne menni róla, nem? Te osztod vissza úgy szerintem. Ennek a lapnak a képessége volt olyan, hogy ő izébe volt. Mivel visszahozza, csak védekre, hanem képesség nélkül. Ide egy szinkró alapanyagnak jó. Hát úgy tűnik, hogy vége. Próbás evés. Nagyon jó volt, visszavágott ki. Most akkor kezdhetsz te. Leskuty. Hát én hülye vagyok ehhez. Ó, oh, Noobnak a hangja. Ne, Noobot hallottuk, menj oda. Ez az, Noob, hol van? Hol van Noob? Úristen, ez a Van Narubal Akadémia? Beszélj még egyet, Noob! Biztosok legyünk! Az a baj, arra még nem jöttem rá, hogyan kell húzni. A húzás magától van. Nekem nem húzott még eddig egy lapot se. Várj, a setting... Akkor nincs beállítva, menj a settingbe. Ott a oldalt, a kártyán. És itt van nekünk, megmondom, hogy mi van bepipálva. Ugye nézd, indítsd a live-ot és nézd bele nyugodtan. Van egy Quick Animation, Automatic Chain Order van, az Enable az szintén, zene, az Enable Sound és az Enable Music. Nem értem, miért nem húz neked magától lapot. A laphúzás elvileg magától van. A Duel Links az jobban megy, egyébként. Tudom, nem akar válaszolni. Jövő héten tervezünk egy Duel Links-et. Mert Duel Links-et is kipróbáljuk. Mindenképp. Mert az ugye mobilos. Játék. Elvileg ez lett volna ezre a hétre, de fülest kaptunk, hogy Bali készül. De Balit nem látjuk. Pedig elméletileg azt mondta, hogy ő nagyon készül. Hát a Duel Links sem megy ennyire jobban. Hát csak ilyen a kezdő playerekkel jobban persze. De amúgy nem.
A lap kiadagolás. Ja, itt mondja, várj, most mondja a pacsáj, tényleg az első, aki kezd, az nem húz. Ja, tényleg, az nem húz lapot. Ja, igen, szóval most nem tudsz húzni. De amikor ugye megy a kör, akkor adott lapot ugyanúgy, nem? Nem, pont ez, hogy akkor sem adott. Na, akkor most például rakjál valamit, és ugye például... Akkor próbál rakni valamit, hogy lesz-e majd húzás. Úgy? Ugye akkor ugye F, vagy ugye... Aha, csak F-ezni. Ha most át tudod adni, vagy lefordíthatsz varázscsapdát. Nekem például alapból adott egy lapot. Húzta. Akkor most én lefordítok még egyet, szettelve. F. És átadom. F. Neked jön? Jött lap. Húztál. Jött lap, ugyanúgy neked is. Most ha támadni akarsz, a BP-re kell kattintanod. A támadás ugyanúgy, hogyha aktiválod a képességét, ha van. Ó, igen, lecserélte magát egy level 5-ösre, az jó. Igen, a goz, azt... Igen, az a cusimás játék az nagyon jó lesz, elvileg. Igen. Ha például meg tudnál engem támadni. A BP. Középen úgy kell, van. Hogy a Battle B, BP. Igen, én most ott a kis utána kard. Ott van a kard a kártyán, azt megnyomod. Igen, hogy mire támadjon. De most van effekt, mit elpusztítja? Ez egy gonosz lap. Igen, ez egy jó kutya egyébként. Ő azt el tud pusztítani egy lapot. A flippezik, vagy húzok hármat? Vagy nem, három lapot a temetőbe küldök. De helyette elpusztítja. A kardinfót alig vissza. Most M2. Most M2-zöl. Ilyenkor még le tudsz fordítani, még tenni valamit. Ilyenkor itt le tudsz tenni, amit akarsz így, ha még felajánlja, hogy varázs csapdalap, vagy ha épessége nem tettél semmi szörnyű. Akkor ha viszont nem tudsz semmit, akkor ilyenkor app. Hát így a kommunikációval így jobb. Hát a Last of Us-on mi az első részével játszottunk. Nekünk se jött be annyira, de ugye viszonylag jó játéknak tartjuk. Az Assassin's Creed szintén ilyen típus, de az lehet, hogy ilyen akciódúsabbnak elmenne jobban. Ó, eldobta a szörnyeimet. De amikor lopakodni kell, az annyira nem tetszik. De amikor kardozgatunk, az jó. Balázsnak például igen. Ubisoft játék a Ulitit meg kellett venni miattam. Melyiket? Assassin's Creed Ulitit, igaz? Igen. Hogy volt? Melyik karrierjével vettek meg? Mikor mentek ilyen francia zenével, és polgárháború tört ki, nem? Vagy komolyan tudom? Nincsen négyesem? Szerintem nincs. Hát akkor így megadok. Nem baj, nincsen, ott beadok. Ez mindig az visszaív egy lapot. Elég egy... Így kiderült, hogy van még egy csapda. Hát régebben elvitte, meg mindig jelölik valamire, de utóbbiban nem az a Zeldás lett az évjátéka? De, az lett. Ez azt tudja, hogy... Egy normál szörnyet. Ezer, vagy a feletti támadó pontú szörnyet, normál szörnyet megsemmisít. Ez meg pont 1007 volt. A lovag, vagy lepusztítok mindent. Legyünk animében. Megnézem! Micsodát! A Black Rose Dragon. A Black Rose Dragon képessége! Nem, azt kívánom, amikor megold minket is. Fékessége! Képessége! Béke! Képessége, hogy mindent lepusztít. Ó, mit hozzunk? Ma sem volt Boruto rész. Hát igen, pedig tizedikére mondták. Lehet, hogy ők is úgy ígérkedtek a japánok, hogy a hírekbe, hogy nem számoltak azzal, hogy kitolják márusig. Akkor még nem volt meg az a hír, tudja. Vagy holnap kint lesz, csak a Haruta szub meg a fanszubok késtek. Majd kiderül. Szerintem nem lesz semmi. Közben Börös írja, hogy a 2007-ben volt évjáték az Zelda. 2008-ban mi? 2018-ban mi volt? Ja, én le vagyok maradva, tényleg. Mi le vagyunk maradva két évvel. Akkor mi volt 2018 és 2019-ben? Így le vagyunk maradva, két évünk. Ez elpusztíthat? Na nem, ez lefelezi támadó pontodat. Ja, csak húz. Jó mondott, Tobi. A 18-a Gadoffát, Sekiro le. Az jó, a Sekiro, de valaki azt feladta inkább, mert olyan nehéz volt. Sokan nem vitték végig. Például mi is nehezen viselnénk, de mi mindenképpen megpróbálnánk. Mi minden nehéz játékot állt. Igen.
Igen. Ha nincs effekt. Lacrosse Dragont lecserélném egy... Vagy... Inálok majd még egyet. Hát mi a Black Fagin-nel akartunk volna játszani, de egyszerűen a számítógépünk nem az, hogy nem viszi, hanem egyszerűen a streambe egyszerűen elkezd kásásodni. Ilyen pixel esetben. De, de másnak is így van, uh-huh. Csak hogy ők átviszik úgy, és így kiszínbelik, de nekünk így nem jó. A Black Fag ugye a kalózkodás miatt jó. Szerintem is azért. Igen. Most egyébként nem a Sekiro, nem, a Nihon kapott második részt, nem? Igen, de az, mert nem a tízét csinálta, a Forbit, vagy melyik. Hanem más a stúdió csinálta? Igen. A Sekiro is van, és a Nihon is olyan egyébként. Főleg a második része, mert ott már saját karaktert lehet csinálni. Az első részben még volt egy főhős. Azért volt egyedibb. Azért volt jobb is, meg a grafika is jobb. Hasonlítsátok össze. Az első rész szebb. Nem, nem vagyunk grafikabuzik egyébként. Nem, csak a szebb, mert ugye nem volt saját karakter. A második az lehet, hogy nagyobb terepben, tudjátok, bejárható terep. Dark Souls copy, az a cső. Nem számít, tudod. Uh-huh. Megtámadtad volna, akkor visszatudtam volna dobni. Hely, okosan, Lub, levédek. Lub, nem támadom. Ott hozok még egy szinkró szörnyet. Itt. A Matrix. A speciálisat elpusztítja. Szia, Ali. A katasztort viszont csak sötét szörny tudja elpusztítani, és neked olyanod nincs most. Én a mangát kezdtem el, mondom, melyik mangát? Melyiket? Dark, mondd meg, melyik mangát? Miklós? Írd le, Miklós. Ez nekem nagyon nem baj. Hát nem csak gyakorlás kérdése. Nem baj, mindig a izé a... Nem baj, nem, ne szegje kedvedet sose. Ne szegje sok. Csak figyeld a lépéseket, hogy melyik szörny hogyan jött le. Ennyi az egész, aztán idő után úgy rákapsz, hogy utána meg ugye... Csak gyakorolni kell, nem volt tud. Idő, mikor csatornán csak az jó. Egyébként a idézésekkel tisztában vagy, mert még abban is kell gyakorlás. Persze, ez duel, és még így meg. Ben Darknak mondom, hogy Borutót kezdte el olvasni, és hogy tetszik? Onnan olvasod? Miklós, hogy ami most az animében is pont szünetem van, és te pont előbb akarod megtudni, hogy mondjuk az elejétől kezdve volna. Illetve gyorsan mondom. Igen, ugyanazt a stúdió felezte. Igen, gyorsan mondom Rose Gabennek, hogy igen, elméletileg a manga írás is megáll. Hogy kell csinálni? De a One Piece már jó ideje nem jön. Illetve mondom, hogy igen, a Form, igen, ugyanazt csinálta a stúdió. Hogy kell kártyát csinálni így? Nem tudom, mire gondolsz. Hogy megfordítsa a kártyát, mert tudod, valaki számolja a lapokat, hogy például mit húzott, és azt a lapot nem tette le. Nem tudom. Igen. Itt. Azt ne. Nem. Hogy kell csinálni, a Nub csinál? Milyen Nub mit csinál? Nem láttam a lépést. Ja, így. No, ezt hogy csináltam? Hát, tudod, valaki például megjegyzi, hogy ezt a kártyát mondjuk az ellenfél még nem tette sehova, és az új kártyát tette le, mert akkor ez alap még kell neki valami ilyesmi. Tudod, valaki számolja. De? Mm. Van itt még tunerünk? Azt hittem, Dark, hogy elejétől kezdtem a végére, értem, mennyi eddig megjelent. És ott tetszik? És ott tetszik? Én már te is nézheted a mangás videót. Mint ha lehívhatna a végegyszer. Igen. Azt mondja, nem tetszettek. Az jó. Reméljük tényleg, hogyha most elméletek a Borutóban most kibővítések vannak. Úgy, ahogy hangás részek lesznek elméletek, csak ugye ez a vírus most betett mindennek. Jó meccs volt, Nub. Legközelebb. Ugyanígy fogjuk folytatni. Köszönjük a játék. Én köszönöm. Amúgy lenne itt sok jó lap, csak le kéne őket idézni. Igen, csak gyakorlás kérdése. Folytatni fogjuk mindenképp. Igen, Snoop, ő lesz a párbaj király 2021. Mi se vagyunk olyan nagy játékosok, csak itt mi is pont érvelünk. Jó lesz az. Jó lesz. Igen, ahogy Ali mondta, ügyes voltál. Jó volt. Köszönjük. Na akkor ki a másik? Miklós akart játszani, ugye?
Csak én nem jön. Játsszál egyet Balázzsal. Gyere Miklós. Gyere Miklós. Ha még itt vagy ma. Aj, ma elmentem. Ha nem, akkor ugye Keltakusz is jöhet. Akárki. Valakit pittyeget. Oh, hello. Mikor? Hi. Ez is olyan egyébként, hogy mintha a játék hangja elnyomja a hangokat? Igen. Nem tudom, mi van nekünk most valami... Erősítsed a hangon akkor. Hát de a hangon ők nem tudom, hogy ők ti jó halljátok, mikor most mindig. Ja tényleg? Lehet, hogy csak mi nem halljuk. Az az, hogy a játék nyom. A játék nyomja el, persze. Na. Milyen ne játszok? Hát alter. Nem? Én védekezni is tudott. Szalapít mostanában pont ez a cím, ez mire utal? Hát én azt akartam mondani, hogy a szalamangrip mostanában milyen, de Balázs tette oda a pont. Mint olyan, mint a rossz lenne? Nem, király. Nem, olyan ízés, mint a negatív. Szerintem jó a deck, jó. Ez nem negatív. Maradt sonka a megmondhatója. Jó, akkor ő játszik vele? Na persze, mindig is szalamangrék van. De azt a lovat sajnos tiltották. Nem tudom, hogy milyen kombók vannak így még. Az nem gond, azóta jöttek ki újabb lapok is, és lehet mással kombózni. De mivel, de mivel? Több link, szörnyek, minden. Én majd Adamancy Péterrel fogok játszani. Az egy újabb archetípus, ami megjelent, eléggé kombós. Na, akkor tanulunk tőled valamit, mert mi nem is ismerjük még. Na, most a Blackwing-gel játszok, úgyhogy ez... Blackwing. Direkt nem mutatja. Blackwing. De az is nagyon jó, ez nagyon jó fan. Most. Persze, be lehet. Nem azzal, hogy sok elosztás van a hangból, és ugye nekünk most így zene is megy. Hogy ti a live-ben halljátok el rendesen mondjuk az ellen. Igen, az a fontos. Belehallgathatunk. Á, hallják ők is. Közben Bali itt van, akkor hogyhogy nincs a live-on? Hazudik? Bali, mit keresel másodon? Bali, te azt mondtad, hogy készültél játszani. Egyáltalán. Ja igen, csak egy a lényege, noob. Csak kiválasztasz, például a YouTube-on is nézelődhetsz, hogy hogy kell kombózni. Hoppá, közben engem lehet megölni. Á, nem. Ez nem lett jó. Nagyon rossz lett. Szállom ezt a lapot, de majdnem mindet hatót? Hát ha egy kombinációra kellett lőni. Volt egy esse bala. Csak a szart se értem vele. Ó, de nem jó. Baj, legalább csak egy kártyája van, az nem tudjuk, hogy mi. Ah, semmit nem érek. Az akkori, hogy a papkiból van. Hát Balázsnak sincs. Jó keze. Ezeres? Az valamit tud, az a vonat. Hát azt mondja, hogy link van. Hát, itt magában sokat ér. Már egy DLC is van a Doom-nak. Miklós, te hogy állsz a Doom-ban? Szereted? Az előző Doom-mal játszottam, ami a mostani előtt megjelent. Az 2016-os? De... Aha, azt hiszem igen akkor. És azt kijátszottad teljesen? Hát hamar végig lehet tolni, úgyhogy nem tartott sok. Hát ja, azt a fülest kaptuk, hogy 16 óra van benne azért. Ja, akkor annyi nekem is volt, igen. Annyi van. Csak hát az elég rövid nekem. Ó, milyen játékokhoz szoktál? Igen, neked a hosszabb játékokat szeretnél? 100 ilyen 50-es, 30-asokat kedveled? Ja, azok jobbak, igen. Amik meg ilyen elgondolkodtató játékok, amik vannak. Ilyen döntéseket kell benne hozni, meg minden. Ugyebár a Doom az csak arról szól, hogy mész is rúgod az őkkel. Ah,
Nem fordítottam le a lapot. A Istenit! Hát a Boruto az reméljük még sokáig megy. Hát mondjuk menjen addig minimum, mint a Shippuden meg a Naruto össze. Az hát nem igaz, hogy húzhatok fel egyfolytában ennyi csapdalapot? Igaz, hát hogy az nem igaz, hogy a csapda a feje... Keverd meg a kezed, hogy ne hogy tudja van? A Miklós sufle. De eddig, de eddig. Így se tudta volna egyébként, de tényleg egész lap, egész a fél paki csapdalap, de akkor is tart. Tudom, mit csinálok majd. Ezzel, ezt, és akkor még egy, és akkor... Tudom, mit akarsz, Balázs. Na most jön, most jön szólom neked. Nem rakom. Egyébként a God of War-ra is azt mondták, hogy monotonná válik. De mi ezt soha nem vettük észre, mert aki ugye szereti az akciót, és pontosan kell tenni valami, annak ő nem fogja érezni a monotonságot. Meg ugye a játékostól is függ, hogy hogy ossza be, hogy milyen kombatot adta. Hát várj, a God of War 3-ot kritizálták? Azt is, aha, hogy monoton. Hát, pedig ő mindig akart adni egy új ellenfelet a pálya végén. A monotonságot inkább az utóbbi God of War-ban lehet érezni. Hogy például ismétlődik az ellenfél. Csak piros. Ogreször, vagy mi. Jön az a jeges trollféle, abból van egy piros, ami tüzet tud. Hiába nagyon szép, de akkor is változat, nem olyan változatos, hogy több fajta legyen belőle. Meg ha összeszámoljuk, a boss harcai önismétlődőek. Például azt a bizonyos valakit, akit ugye a végén kell legyőzni, azt, azzal háromszor találkozunk, nem? Találkozunk kétszer. Először. Kétszer. Először találkozunk, és a finálé előtt, és a fináléban megint vele. A három. Amikor ugye valami sárkányon, vagy vele repülőn, vagy min voltunk, és ugye ledobott minket. Most hogy mondod? Hát ilyen nincs. Na jó, semmi ez a járt. Ez szar a program. Igen. Program rosszabb, mint a régi. Hát elvileg a God of War-ba nagyon meg lehet nyújtani a játékidőt, ha azokat a miket, a valkűröket kivégzed. Azok ilyen extra. Még mi se játszottuk ki őket. Talán három vagy kettő valkút győztünk le. Na jó, ez már izé. Rolkodik a játék. Csak trap van a kezedben. Van ilyen. Az. És az mind jó, jó csapdalap, Balázs? Hát mind alapja, alternek. Bár úgy látszik, hogy... Most kapsz egy jó. Miklós. De remás van. Nem jó. Visszavágó van. Rimécs! Ne. Ez a pakli valakas? Nem maradok ennél, de persze. Ne. Igen. Hát mi tapasztalatban mondjuk, hogy nehéz, nagyon a valkűrös. Lehet, hogyha most megpróbálnánk és ráadzenénk. Hoppá, kezdődik. Utóbbi valkűrnél hagytuk abba, még az is van belőle a lány. Ott. Addig nem is mentünk. Hát lehet. Van, hogy a program nem jó. Nem tudom, egyébként most a Edo Pro-t ugyanazok csinálják, hogy kapjuk ki azt a Ego Pro. Én nem is tudom, hogy miért volt szükség váltani. Mondjuk csak annyi újítás van benne, hogy lehet gépen lejátszani, meg... Mások a deszint. Meg nem ilyen portos már maga a játék, hanem igazi telepítős le. Lehet telepítő, mert portable verzió is van. Régebben is volt ilyen telepítős változó. Igen, jó mondott Tobi, még emlékszel rá. Három live-on keresztül ugyanazt a valkürt, és nem bírtunk vele. De azt nem, az egyiket legyőztük a lávás részen. Nehezen. A barlangosba vagyunk, és ott van egy valkür, nem? Vagy azt legyőztük, és a lávással nem bírunk? Vissza kell nézni. Az még két éve volt. Hát igen, az jó ötlet így mondva, hogyha guruljunk hátra, meg ugorjunk el.
De ott, abban a pillanatban, amikor pont csinálni akarsz valamit és egyszer elkap, akkor vége? Igen, ez a visszavágó, apacsal. Igen, visszavágó, mert ugye még maradt rá idő. Milyen szőr? Új? Melyik a színmort? Ez a legfelső? Igen, ah, az új lap? A ház új, nem régen jelent meg, egy-két hónapja. És mit tud? Igen, úgy, mint a Union Carrier. Kör végén speccel egy szárnyas bestiát a pakliból vagy kézből. Annyi szintűt, ahány nem használt spell trap van. Annyit vagy annál kevesebbet. Összesen az ellenfél térfele is beleszámol. Szóval... Ez jó. Szóval most mondjuk egy 8-as szintűt le tudnék hívni. Annál alacsonyabb. Nem tudom, hogy a kék szeműt is tudna így erősíteni? Vagy csak Blackwinget tudod? Hát csak szárnyas besti a szörnyet tud, szóval csak ilyen wingbeast. Szárnyas. Hát ezt mondom, a készítők hülyék, hogy a Blue Ice-et még most se támogatta. Se, nem tudom, van-e új lapja. Semmi újat nem kapott, igaz? Hát lehet, ha valamikor visszahozzuk a God of War-t, hogy a Valkyrie-öket kivégezzük. Izmosan. Akkor ugye, odafigyelünk és úgy verekedünk. Izé, akkoritábra vetkezünk és akkor úgy neki készül. Igen, hány, igen. Most kezdtél. Hát lehet, hogy egy kör alatt véged, Balázs? Lehet, támadott? Én vagyok? Igen, igen, most támadott. Az a Infinity? Igen, az egyszer lecserélünk, majd ellopja a kártyát. Bármilyet, igaz? Bármiből egyet. Ja. Támadó pozícióban lévő szörnyet tud ellopni. Ah, ha effektelsz, igen. Akkor negál és disztrójol. Ez a Mistfall-i Apex Avian is azt csinálja, hogy egy Mistfall-i lapot visszaveszik a kezembe, és akkor negál és disztrójol egy effektet. Lássuk, mit teszel? Most ellopja. Ja nem, inkább abban esik. Azt ellopni csak a saját körömbe tudom. Most az Avian-ban, ha kaptiválom a képességét, visszaveszem a Thunderbird-öt, ami a Spell Trap zónában van. Ezzel negálja. És most aktiválódik a Thunderbird, az meg visszajön a térfélre. Hello, hogy is így? Hunor? Hello. És ez nem van Spell Turn-ös, szóval annyi szólt, ahányszor visszajön a kezembe a Thunderbird, annyiszor vissza tudom rakni a térfélre. És ez egy ilyen végtelen megállásnak lehet mondani így az Apex Avian-nal. Amíg ugyebár az ellenfél el nem pusztítja a Thunderbird-öt. Hú, 5 csapdalapontnál van el. És mi mondtad el? Mirror Form, ja. Hiába egyet ugye negálni. El egy csali lapa. Két negálásom van Chain-en. Kettő. Az elsőnél. Melyiket elmadott? A linke 2100-as. Hogyha? Legfontosabb lapodat? Nem azzal akartad visszalekni? Nem? Megállta is. Megpróbálom.
Most aktiválta inkább. De ez miért nem tudom, amiket... Ezt megszítem. De a Valkyrnek a kombóit nem lehet megállítani. Amikor lecsap. Ezt megszítem. Nagyon. Nem baj, hogy hívja. Ezt hittem, hogy ebben a Judgmenttel meg tudom akadályozni. De nem aktiválta még a Shift. Summon tud idézni, vagy Spell Trapot meg akadályozni. Aha, és nem idézett. Nem idézett semmi. Jó volt. Azért szép volt. Itt azért talán jobb kezed volt, hogy az előzőnél. Itt nekem volt jobb kezem. Na hát akkor a visszavágót még majd lejátszátok, nem? Mi legyen? Mi most egy-egy az állás, nem? Aha. Honnan van 7-5? De nincs, aki akar, nincsen kezdő, aki akar játszani, vagy... Igen, van kezdő. Inkább átadnád? Hát nem csak mindegy, nekem mindegy. Ráérek, csak kérdezem, nincs valaki, aki akar játszani. Hát jönne egy játékos. Az az izé, Dobrevicse miatt az Hunor, ő nem kezdő. Hunor! Akkor játsszuk le, vagy nem? Szerintem lejátszhatjátok. Talán jöhet. Na, én kezdek. Aztán lehet, hogy így kezdő út. Azt kell. Aha. Addig kell gyors építkezés ezen a papír ellen. Minden patront leteszem, és ha van valami, az a melyik az a villámos, ami elpusztít minden varázs csapdalapot, és olyan nagyon lesz valami? Lightning Storm, azzal nem játszok. Nincs. Nem szoktam játszani. Maximum sideborokom, de mivel élőben se játszok vele, azért így nem. A drága. Ah, értem, ezt majd észben tartjuk. Tehát a Valkyr támadása egy bizonyos ponton meg lehet állítani. Akkor például az a nagy fény van, ok? Aha, akkor el kell a gurulni, nem? Nem, például azt mondja, hogy nyillal meg lehet lőni. Hát... Első nap aktiválva. Vajon megvalályoztam így építkezésedet? Nem. De így is, lejön! Így is! Azt szerintem neki. Ja, ő akkor is legyen. Ó, ne, ezt kellett volna, mert felveszi annak a értékét, így ötös lesz. Azt inkább mindig a nagy szörnyekre kívánok. Tudom, de elrontottam a X-ízére vagy izére kellett igen. Volna. Oh my god! Oh! Tényleg előttem minden van. Hát mi a lesz? Erre kellett volna. Konkrétan mindent előttem. Ha? 1005. Hát jó, ez végül is nem tudtam semmit se csinálni. És valahogy néz. Nem jó nap. Jó nap, csak de most ne, ezt ne is tedd le, minek tennéd le Balázs? Tudom. De... Mi lehet az alap? Mi le van neki fordítva? Azt hittem, hogy olyan csapda, hogy a izékkel jó a buckwingernek. Madár ledel.
Az ne. Új lapot tette le. Akkor most lerak egyet, ami igazra lejön hozzá a lapból. Felveszi az a, felveszi a értékét. Köszönjük a tippeket. Feláldoztad az egyetlen szervezet. De most aktiválja a másiknak egy hülyeséget. Ez egy körbe egyszer lehet. Kezdem bűz, kegyelem! Szavasz Hakiro! Hello Hakiro! Tényleg Miklós, te vészted a klónok támadása sorozatot? Igen, igen, azt néztem. Az egyszer? Aha, bár a... ami volt még a Mandalorian sorozat, az jobban tetszett. De bár az a Netflixes volt talán? Vagy nem tudom. Disney Plus, igen. Disney Plus, igen. Az igen, ha kiról jöhet. Ilyen mi? Nem kaptam szörnyet valahogy. Meg ez mi? Ez a lap nem is jó ebbe a papírba. Az miért, mikor is jó? Ha nincs ilyen, itt te. Ja, vagy így nincs ez. Így lassan így belém csipegetik. Nekem sincs. Gyerünk! Ez a... Ha húz egy nagyobb szörnyet, vége. Hát az a baj, nem húzok csak spelleket. Biztos jó lehet, mert letette. Megéri vagy nem? Erre még nem éri meg. Nem? Nyüzsgő madarakra értem. Na, most például megéri, mert szerintem 6. 6. Ugye 6-ot is van magam. Hát kell alakítani ezt a papírt, hogy többször legyen? Aha, az ezt a lapot ki lehet dobni. Nem ér semmit helyette a jó lapot. Persze. Igen, jöhetsz, Hakiro. Meg Keltagusz is. Meg Keltagusz is. Egyszerűen felkészülök arra, hogy jönnek a madarak, de nincsenek még madarak. Most nincs jönnek-e? Elkezdhetek végig. Tudja állítani mikor? Meg, miről fog? Oh. Mi? Minek? Erre egy ekkora kártyára! Inkább a... Nem inkább a valamelyik varázs kapját kellett volna? Ha lehoznád, azt a kezedbe adhatná, azt, ami kell neked, pont. Biztos? Biztos. De mindig ez miatt halok meg, na hogy hozza le? Miért? Mondom, hogy igen. Kihúzza a halamat! Vaj? Hát húzza ki? De az helyett? Azaz kemény! Te is értem, hogy ez az helyett hoz akkor. Nem tudom, az jó lesz az... neked, Balázs. Most mi történt? Ezt a szív, ezt a szív! Aktivált az almirásnak a képességét. Az egy quick effect.
Most csak annyit csinál, hogy amit targeteltél lény, azt ebbe a körbe nem lehet kártyaeffekt által elpusztítani. Vagyis nem tudta saját használni a képességét, a másikat, ami kéne. Ehhez saját magát tributálta. Melyiket? Na mindegy, Balázs, nem baj. Melyik képességre gondoltatok? Hogy a kezébe vette volna azt a alterlapot, amiből csak egy van. Ja, de az Cold by the Grave-vel ugye per... Megálltam. Így mint el, Balázs. Ekkorjon, fia, ura, én is hagyjátok. Istenem! Ott tiszta blízzel van most benne, nem? Azt nem kellett volna. Ez nem lenne. Ne sok varázslapot használ. Ne! Nem lehet, nem szól. Na mit húzott most ki? Nem láttam én se. Feleslegesen használ. Az egyik alter. Kellett az az ujj? Hát nincs sok vapom. Így az Imperial Order fogja elszívni az életet. Nem lehet, hanem hát, és az a végén tűzte. Tényleg? Hát valamennyi marad. Ugyebár csak addig tudod, amíg van 700, de hogyha már 700 alatt van, akkor a lap az lemegy a temetőn. Most majd a következő kör, ugye? Mindegyik standby phase-be. A következő kör. Azt úgyse tudják, hogy inkább azt negáld a képesség. Mi? Mi? Azt akarta? Tudom, hogy ezt akarta? Ne, azt akarta. Robit. Nem szik... Mi ez? Szinkró. Hozz a temetőből idén speciálba. Nincs meg Balázs. De nincsen temetőmbe target, szóval nem tudok idézni. 5 vagy annál meg 5 szint. De nem mondtam, hogy azzal így intézte. Hát de miért? Ez legalább minden másra intézem a Krisztel. Húzz még előbb lapom. Hát már nem tudok ki csinálni. Gyerünk az... Tu is van, szállt mondjam. Sikerül. Hagyjál már! Most sikerül, Balázs! Ez a kis szörny fog megölni! De most sikerül, a kezedbe veszed. Ja, de azt is kezedbe vetted, van mindig. Ezzel meg el! Ez betámad egy kicsivel, az vége. A fenép, ez nullás. Nem baj, jó volt így is. És akkor majd így halok meg. Biztos van valami treppet, nem? Nincs semmi. Legalább. Nem olyan, ami megállítja, hanem valami, amit csinál valami. Tudom, mi van effektje, de itt a független aktiváltam, hogy őszemegyek, hogy ezt ide. Legyen még a pakkömba. Mit akar ez el? Azt mondja, hogy megmenti. De a szörnyedet nem lehet elpusztítani. Azt csinálja.
Most ha támad, visszadobom, és akkor emberek nem tud támadni. Támadott? Igen, hát igen. Most ez kicsit elhúzódik. Támadtam. De mindenképp kellett visszavágni. Játsszuk le. Igen. Így fogjuk számolni a közben. Hát mindig csak jelentkezik, az pont. Nullás lett. Csak az éjjé tapló, hogy az aktiválódjon. Ne oda! Oh. Azt szerintem kivégzés, Balázs. Hát győzted Miklóst. Dehogy, ez csak 1200. Ja. Nem tudok idézni. 1700. Ha? De nincs nagy szörnyed. Egyetlen egy szörnyed van. Mi van bent, Balázs? Mi maradt? Ha, Borellót. Nem tudom lehívni. Mert nem, meg csak Alter tudná. A nullásodat fogják megölni. Az is fog meghalni, igaz? Igen. Erünk csak. Ez megmenteni, de nem most. Akarsz megmenteni. Fenébe Balázs, az is nullása. Hallod? Középső. Ha. Komolyan azért fogok meghalni, hogy ott vagyok egy nullása. Ez már... Azért nullával is, kap. Nulla. Nulla, az nulla. Az kabaré. Amúgy tényleg, hogyha emiatt kapsz ki, akkor az felbecsülhetetlen. Nem tudok tenni. Nem tudod feláldozni? Nem. Ez az egy extra lap, amúgy. Az extra lap, mi az az egy lap? Az Borel egy Road. Borrelro Dragon. És nem tudja, hogy... Nem lehet, nem ilyenkor engedi. Nem tudom miért, csak ugye ha... Alter csak altert lehetne. Na, meghaltam. Á, meghaltam. Ha. Jó volt. Há, vissza lehet. Azt gondolkodok, hogy ha vissza is. Dobom. Ez. És azt, aki támadott úgy. És amivel támad, úgy ő megint le tud jönni. Há, még lehet, hogy nem kaptál ki. Hát meglátjuk, összejönnek. Következő alkalommal csinálunk egy ilyet. Igen, és a másik se tud támadni. Melyiket ám? A jobb oldal itt kell most. Ezt kell érzni. Most! A most! Jó, jöttünk ki? Ah, jó! Na, még lehet megnyered. Szerintem megnyerted. Na? Na most tudsz, hogy Borellódot lopd el, Balázs. De azt a lapot lehogy. Meg fogsz hallni. Biztosra menj! Ne! Ne gondolj! Micsi? Miért nem lopod el? Azt hiszem, hogy legyek biztos, mert nem. Saját lapodnak ereszt. Ó, jó volt. De ellophattad volna, nem? El lehetett volna lopni. Igen, ja. Köszönjük, hogy jó volt nagyon. Köszönjük. Jó hosszú volt. Jó volt, köszönjük. Legközelebb játszunk. Hello. Talán még két meccs mellett. Gyorsított eljárással. Ki mondta előbb, hogy jön?
Kijelezték, hát nem tudom, megint szegény apacsáj kimaradt. Apacsáj múltkor volt? Akkor rég volt Peti. Igen, Peti játszott. Peti és Hakiro akkor. Nem tudom, probléma-e. Következőleg felírjuk. Jaj, sorrendek, mint végén. Peti. Ha ellened adom a szalavangrét, nem tudom milyen erős. Rég játszottam velük. Halló. Halló. Az elő... Don't check-et, kérsz vagy valami? Nem, kérsz semmi. Kivel játszottam most? Velem. Ha. Jó, ha más. Maradt. Na, kicsit. Én? Hol látom? Nem tudok, ezt a szalamangrét most ott van. Szalamangrét. Ott változok. Na, mindig jó egyet. De az a ló már nincs. Most nem tudom, hogy vakon leszek. Nem figyeltem, hogy mi a jó megoldás az. Miklós, mi a jó megoldás azóta? Így le, itt vagy. Most kiderül. De tényleg egyébként melyik a ló? A Jaguar? Vagy melyik ló? Szerintem akkor olyankor kettő. Ezt a XYZ lapot? Tudom, mi a jó megoldás. Temetőbe rakom. Vissza. De ezzel akarják visszalökni a szizét. Ó, alá kellett. Alá kellett volna, jól tudom, ha nem baj. Volna? Nem baj. Ez ugye azt tudja, ha... Aha, ha megtámadják egy irányított linkemet. Értem. Az is link. Ez ilyen, ez úgy még nekem baj. Azzal nem maradnak. Mondjuk a másikat valaki húzni? Csak. Valami nagyon nagy szinkró jön ide? Kettő, de még nem volt normál időző. Na, most kellene az a melyik lap, Balázs? Ez a rossz dekkel vagyok, na. Ja igen, de legközelebb majd egy lesz, csak ugye nem tudtuk, hogy ennyi játékos van.
Hát egyedül az rossz, hogy az ígérgető érettségizős gyerek nincs itt. Bali, Fekete Balázs. Pedig ő azt mondta, hogy készült. Bali, Bali. Csak ez ilyen egy kombós kivégzés, Peti? Hát, meg nem tudom. Hát ide az a legjobb, amikor ki van a tízet. Ah, nem. Nem tudom, mit akar csinálni. Azt mondta, nem tud jönni. Aha, lehet. Akkor ő jövő hétre lehet. Most nem lesz OP-t, te úgyhogy most marad ennyi. Ez is jó két nagy dögi. Hát, na most nem hoztam le szupernovát, inkább ezt hoztam. Egyelőre jó az is. Nem tudom, mi volt ez a lapvisztó, mi volt? Hát ez vissza tud lökni. Irányít. Mindegy, ez még úgy. Visszavágok. Hát, próbálj. Tami, Uferlo. Nincs képessége? Hát, nincs meg. Két személyesben nem kettő, nem tud ki... Várjál. Két személyesben is többen tudtok lenni. Az bebúgolt. Jó, hogy szóltál, akkor meg kell csinálni. Én pedig beállítottam. Ezzel csak szörnyet tudok kimondni. Ups. Mondjuk. Zsolom Bridge ezzel, ne hallod? Nem tudom, honnan hoztad. Én nem, én csak egy... Rész évő van. Ez a saját zené, egy zenét tettem bélem, mert a több idegesít, ez a, ide, ez a madarasat tettem bélem. Ennyi. Lesz a ma. Jövő, igen. Montalalalalalala.
Megmarad a chat, most esett, megmarad a chat. Hello, Zoo, vagy Zoo. Egy milliárdos avatar darabra, pon. Ja, vagy hárman egy. Nincs ott effektet? Hm? Megy át az. Valaki szeretném csinálni? Pont az enyében. Nem el kell pusztítanom. Ez is szép, nem? Nincs tűz szörnyű. Nem, ez csak sötét van, mi? Amennyit idéztek. Elszólok. Ezt tudunk olyan erőt felhalmozni. Hát, igen. Csak még egyszer mettem, hogy már elpusztul. A száromban. Azt nem hagyom így. Meglátjuk, mi sül ki belőle. Vagy lőti mindkettőt. Vagy meghalunk. Visszállhatok. Nagy óriás monster, nagyon nagy. Jött a 12-es. Igen, üres már. Jövős kedve, itt is annyi simán szólták már a nagy támadó erejű szörnyeket, nem? Még 3000 volt a nagy dolog, erre már simán szólják a nagy szörnyeket. Köszönjük, Peti, legközelebb legyőzlek.
Jó, majd találkozunk jövő héten. Már nem egyszerűen képesem most tudtam lehozni. Legközelebb lehozni. Köszönjük. 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 Hello, hello. Köszönjük. Hát, sajnos akkor a többiekre most így nem jut idő, de majd pótoljuk mindenképpen. Legközelebb, ne féljetek. Lehet, hogy akkor kicsit hosszabb live lesz. Na, hát akkor ennyi lett volna. Yuki Pro, mára. Találkozunk vele akkor a jövő héten. Lehet, hogy Duel Links lesz, kipróbáljuk a mobil játékot, de lehet, hogy megint Yuki Pro, ez még majd elválik. Holnapi játékunk akkor vagy Pirate Warriors 4, One Piece játék, vagy ugye personázunk. Attól függ. Kezdős mindenképpen 7, max. fél 8, ez a 2-5 szó. Aki teheti, tartson velünk. Addig is köszönjük a figyelmet, találkozunk akkor hol. Jó visszakát mindenkinek. Mi nem volt az öcsünk egyen, lesz jövő héten. Pótoljuk mindenképp. Jövő héten, ha minden igaz, akkor hosszabb lesz. Ha igény van, és több a játék. Hát most volt, több. És akkor nem lesz visszavágó, ha több játékos van pont. Még megy Balázs? Még megy, Krisztina? Még megy. Még megy? De már nem megy. De már nem megy. Hát,